Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás november 11-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megnézzük itt ennél a jóslásnál. Itt, ennél a kártyánál barátságról van szó. Az lehetséges, hogy ő elgondolkozik azon, hogy mi történik a baráti körben, vagy kiben bízhat, kiben nem. De én úgy gondolom, hogy ez a barátság arra utal, hogy ő barátilag kezeli a dolgokat, és nem akar érzelmekről beszélni, vagy ő úgy látja a jelenlegi helyzetet, hogy ti vagytok visszahúzódóak, nem beszéltek párkapcsolatról, nem beszéltek szerelemről, hanem megpróbáljátok ezt a kapcsolatot barátilag fenntartani. A következő kérdés, hogy érzi ő most magát? Itt ezen a képen látunk egy szomorú nőt, aki várakozik. Lehet, hogy ő megvárakoztat benneteket, és érzi, hogy ti szomorúak vagytok, mert van köztetek egy lelki kapcsolat, viszont a kártyáknak van szimbolikus jelentése, és az előfordulhat, hogy ő szomorú. Lehet, hogy a barátságok, vagy a hamis barátságok miatt. A következő kérdés, milyen lépéseket tesz irányotokba? Itt ezen a képen ámor jelenik meg, és szimbolizálja a szerelmet. Ő szeret téged, és te szereted őt. És kíváncsi vagyok, mit közöl velünk a napi csokis kártya. Ezen a kártyán az van írva Liebe, és az annyit jelent. Lefordítva magyarra, szerelem. Két kártya utal a köztetek lévő szeretetre, és bízatok ebben, hogy lesz egy gyönyörű párkapcsolat. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!